elhunyt Devanszkiné dr. Molnár Katalin, a hajdani politikus 1985 és 90 között tanácstagként képviselte a Kaszálló utcai lakótelepen élőket, 1994-től önkormányzati képviselő, a szocialista képviselőcsoport vezetője, valamint az ügyrendi és etikai bizottság elnöke a 17. kerületben. 1998-ban választották meg Rákosmente polgármesterének. 2002 és 2006 között országgyűlési képviselő, az Alkotmány és Igazságügyi Bizottság tagja, 2006-tól a fővárosi önkormányzat képviselője. Devanszkiné dr. Molnár Katalin 63 esztendős volt.